Nagyon gyakran ö, merül föl az a kérdés, hogy mennyi időt lehet megtanulni a tájcsit, ö, vagy hogy nem túl ö, nehéz -e ez a folyamat, és ez ugye főleg kezdők esetében indokolt ez a kérdés. Megjelenik valaki egy csoportfoglalkozáson, beáll a többiek közé, és látja, hogy ő. Még nem mozog olyan koordináltan, nem tudja követni a mozgássorozatokat, az elméje is, és a fizikai teste is feszült, tehát nem úgy tud részt venni egy foglalkozáson, mint ahogy szeretné. És valamikor hetek, sőt hónapok telnek el, és ez a folyamat nagyon kicsit változik csak. Az e, azt nem tudom jó híre, de, de igazából azt nem mondhatjuk szerintem, hogy most már tökéletesen elsajátítottuk a tai chi. Tehát valami olyan élő dologban vagyunk benne, nem hiába hívják a tai chi művészetnek is, ami, ami folyamatosan alakul, folyamatosan mélyül, nagyon nehéz azt mondani, hogy na, most már a dolognak a végére értem, elsajátítottam és tudom. Ezért sokkal fontosabb arra figyelni, hogy, hogy milyen a mi hozzáállásunk ehhez a gyakorláshoz, vagy milyen a mi belső alapállásunk ebben a folyamatban. Amit érdemes figyelembe venni, hogy, 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 hogy milyen elvárásaink vannak, vagy hogy, hogy, mennyire ítéljük meg magunkat ezekben a helyzetekben. Ugye óhatatlanul összehasonlítjuk magunkat másokkal, a belső elvárásainkhoz képest is hozunk ítéleteket. A tai chi az főleg taoista alapelveken nyugvó matkásművészet. Így ez a belső hozzáállásra is vonatkozik. Tehát, hogy engedjük el a, az ítéleteket, az ítélkezést, vagy a megítélést, és engedjük el az elvárásainkat is. Tehát úgy hagyatkozzunk a, a folyamatra. Ugye egyfelől azt mondhatjuk, hogy a tai chi az az áramlás művészete is, tehát engedjük magunkat bele a folyamatba, még akkor is, hogyha ha időnek kell eltelnie ahhoz, hogy ebbe, ebbe kellően belelazuljunk. De ha elengedjük azokat az elvárásokat, ha föladjuk azt, hogy állandóan hasonlítgassuk magunkat, akkor előbb-utóbb ráérzünk arra a belső tapasztalásra, amit amúgy leválasztana ez a hozzáállásunk, és hogy ráérzünk erre a belső tapasztalásra, ami valóban ezt az áramló jellegét mutatja a folyamatnak minden szinten, akkor megjelenik a gyakorlásba az öröm, megjelenik a gyakorlásba a jó érzés, bele tudunk lazulni, és már nem fog bennünket zavarni az, hogy van, aki ezt sokkal jobban csinálja, ami természetes minden szakmára vagy folyamatra nézve, tehát hogyha valaki 20 éve szakács, egy nagyon jó étterembe, biztos sokkal rutinosabb, mint aki most vettem meg az első szakácskönyvet. Engedjük bele magunkat ebbe a folyamatba, lazuljunk bele egyre jobban, és, és élvezzük, ami, ami megjelenik benne örömként, vagy megjelenik bennünk új, tapasztalásként, élményként, tulajdonságként. Tehát engedjük el azt a részét a, a mentális és érzelmi folyamatnak, ami leválaszt bennünket erről, fogadjuk el azt a, az állapotot és folyamatot, ahogy és amikor beléptünk ebbe a, ha tetszik, folyóba, és szép fokozatosan hagyjuk magunkat sodródni, áramlani ezzel a folyamattal, meg lesz az eredménye, és az öröm és a jó érzés fog bennünket vezetni, és ezeknek a felerősödése az pedig jelezni fogja, hogy jó úton járunk.